Sziasztok! A mai napon úgy döntöttem, hogy ismét csinálok egy komolyabb videót, ami úgymond érint minden túrázó motorost. Főként azokat, mint akik én is, hogy kezdők, és nem tudják hirtelen, hogy merre menjenek, meg tanástalanok, és nem biztos, hogy kapnak rendes érdembeli infókat. Na most ezt fogom én nektek elmondani. Kezdjünk is bele! Nos, úgy kezdődött az egész, hogy mi lenne, ha tudnék csinálni egy ilyen bizonyos túrát, de úgy, hogy én már ott voltam egyszer, és több embert elviszek. Mert mégiscsak szereztem tapasztalatokat az út során, és tudom, hogy merre kell menni, miket érdemes megnézni, és mivel nem megy el az ember ideje. Na most, egyik nap úgy döntöttem, hogy el szeretnék menni ismét Felvidékre, ugye most volt 100 éves a trianoni békediktátum, avagy Trianon, amikor felszabdalták Magyarországot. Terveztem egy gurulást, így az egész Felvidéki részen. Úgy kezdődött a kis gurulásunk, hogy meghirdettem magánakcióba ezt a dolgot. Természetesen nem jöttek sokan, összvisz 4-en voltunk. Fele az ilyen veterán túrázó, és tetszett nekik az ötlet, hogy akkor nyomjuk végig így egész nap ezt az egész túrát. A másik ember kell, meg rajtam kívül ugyanilyen GSL volt, és körülbelül ugyanannyit gurult, mint én, csak nyilván nem külföldön. Esztergomból indultunk olyan 9:30-kor, vagyis akkor gyülekeztünk lényegében, akkorra mondtam, hogy legyenek ott megtankolva. Hát ez nem így volt, ugye egy ember, hát hogy ő azt hitte, hogy majd együtt elmegyünk tankolni. Mondom, az már nem jó, az már megint időkiesés, az már nekünk nem jó. Úgyhogy mondtam neki, hogy akkor most szépen, amennyit tudunk, elmegyünk az első állomásig, Beszterce bányáig. Ugyanis Beszterce bányán ott volt egy múzeum, aminek a parkjában egy csomó német és orosz második világháborús harci jármű, harci repülő is van. Vagyis hát repülőből igazából egy darab van, ezt nem tudom, hogy bombázó-e. Mutatom nektek a videót és a képeket. Ezt döntsétek el ti, de egy élmény volt. A videó is kell erről, hogy bemegyünk ide. Fú. Itt valami volt a végébe. Az de komoly. Csak nem sok ünne. Nagyon. Ide meg már nem mehetsz be. Nem. De körül nem látszódik sok minden. Úgy a komoly. Ráadásul az a poén az egészben, hogy ez ingyenes volt, úgy képzeljétek el, mert oda mentem a nőhöz, és kérdeztem, hogy how much? How much? Nem how much, hanem how much. És mondta, hogy ingyen van, free entry. Ó, hát mondom, ez tök jó. És akkor még beszél valamit, ugye szlovák volt, nem nagyon értettem, hogy mit mond. Ez ugye még mindig Beszterce bányán. És akkor mondja utána, miután befújt a fertőtlenítővel a kezemet, és úgy engedett föl a gépre, hogy a múzeumban is van ingyenes belépő, ingyen ugyanúgy bemeltünk. Á, mondom, ez nagyszerű, akkor szólok a srácoknak. Hát halljátok, gyerekek, be is mentünk. Elég sok minden volt ott. Először is volt egy csomó kézi fegyver, egy csomó puska, egy csomó fegyver, amit a második világháborúból szedtek elő. Akkor volt egy csomó ilyen úgymond katonai viselet, meg civil viselet. Volt még pár dolog, nagyon sok minden volt amúgy a múzeumban, azt hiszem 3-4 emeletes volt az egyik épület, utána a legtetején átmentél a másikba, és ott is ugyanez várt, csak éppen lefele mentél.
voltunk, és kérték, hogy írjunk be valamit a könyvbe. Természetesen én rendes voltam, és írtam is valamit bele. Még megnéztünk egy termet, ott volt egy Merci, azt nem tudom pontosan, hogy ki lehetett, nem volt kiírva, csak azt, hogy egy Mercedes modell, és volt egy puska volt ott, amit egy fa körben ölt, és konkrétan benőtte a fa azt a puskát. Nem tudom, hogy hogy került oda, annó, még akkoriban, oda támasztották-e a katonák, vagy oda rejtették el, de ez biztos, hogy brutálul körben ölte, és ezt a fadarabot, ezt úgy bevitték a múzeumban. Brutálni. Ezek után körülbelül összeszedtük magunkat, egy órát voltunk, bőven elég is volt, mindent körbe tudtunk nézni, úgy telibe tényleg mindent, és megindultunk a Magas Tátra felé. Hát basszus, Magas Tátra, miért nem mentünk volna? Hát az egy bakancslista minden motorosnak, főleg ami ilyen közel van. És úgymond még mindig magyar rész, mert vannak magyar emberek, és nincs messze, és nem kell fizetni semmit. Autópályára nem kell fizetni, autóút használatra sem kell fizetni, motorosoknak minden ingyen van Szlovákiában. Szlovákiában? Miről beszélek én? Felvidékben? Hát mégiscsak a mi részünk volt. Na mindegy is. Elindultunk, és hát nagyon szép volt az út, gyönyörű egyszerűen. Én bírtam, hogy megyünk fölfele, és akkor már pattan a fülem, akkor megint megyünk lefele, akkor picit kidugul, aztán megint megyünk föl, megint pattan. Hát egy pár ezer szintkülönbséget ugyebár mentünk, mert miért nem mentünk volna, azért haladtunk, és megérkeztünk a Magas Tátrához, hát valami csodálatos volt. Utána pedig egyenesen mentünk a Csorbatóhoz. Na most a Csorbató. Azt kell tudni róla, hogy mondták, hogy nem nagyon ingyenes ez az egész, ott szivatnak meg, ahol tudnak. Nos, első, ami volt, ugye megálltunk, hát basszus, kell egy kép, ennünk kellett, mert nem ettünk azóta, és nem tudom, ilyen, mikor értünk oda, ilyen 3 óra körül, szóval 5 órája nem ettünk, de azért mentünk, meg ittunk, meg ilyenek, és hát csinálunk képet, meg eszünk, és akkor majd utána megkeressük a tavat. Igen ám, de volt egy kis bökkenő, szlovák rendőrök, parkolóőrök, nem tudom igazán, nem az a lényeg. Mi félreálltunk, mint láttátok, látjátok a képeken, és ugye megálltunk uzsonnázni, ott voltunk a motorok mellett. Jöttek ezek az okosok autóval. Az a lényeg, hogy ők a tó egész területén folyamatosan mennek körbe, és akire tudnak, rákiabálnak, rászólnak, hogy álljanak be a parkolóba, mert nem lehet a parkolón, azon a kis parkolón kívül, ami ott van, most nem tudom, hogy hány négyzetméter, de azon kívül nem lehet sehova állni. És azzal magyarázták, hogy az út szélén egy sárga vonal van, és hogy azt nem szabad átlépni. Na most az a poén itt, hogy elég érdekes módon álltak oda hozzánk, ugyanis fölálltak a járdára, és konkrétan 2-3 centire föltaladtak a járdán, értitek, a járdán föltaladtak a motoraink mellett, és elkezdtek magyarázni. És akkor ezt mondja a szlovák fazon, ilyen idősebb, hogy otthon. Hát mondom, otthon, igen, otthon vagyok, igen. És akkor még magyarázott, kavírnyászott valamit, kérdeztük tőle angolul, hogy mit akar, nem értettük, mit akart, és akkor mondtam, gyertek srácok, mert már olyan szinten felhúzott, hogy mondom, legszívesebben kiszedném és jól nyakon vágnám. De sajnos nem tehettem meg, mert ugyebár tudjuk, hogy mi lesz a következménye, főleg úgymond messze otthontól. Nos, ezek után fogtuk a kis motorjainkat, és arrébb gurultunk lentebb az egyik hotel bejáratához. Hát, srácok, képzeljétek el, hogy benyomták a szirénát, és oda is utánunk jöttek, hogy menjünk a parkolóba. Ezt nem hiszem el. Szóval értitek, konkrétan egy bicikli méretű járművel vagyunk, nem akadályozunk senkit, hivatalosan, mondjuk nem tudom, hogy ott felvidéken mások-e a szabályok, hogy fölálltunk-e járdára, vagy nem, ugye 1,5 méter.
ott vagyunk, nem foglalunk, nem zavarunk senkit, gyalogosokat se, szóval tökre az úttól voltunk azért bőven, és ennek ellenére szirénázva utánunk jönnek, hogy álljunk a parkolóba. Ki érti ezt? Holott akartunk tovább menni, és nem akartuk ott hagyni a motorokat. Na mindegy, végén mondtam, na mondom, jó, ebből rohadtul elegem van, mondom, nem akarok konfliktust, mert ismerem magamat, rossz vége lenne, fogjuk magunkat, és akkor menjünk be a hotelnak az udvarára, ami ott van a csorbató mellett. Na most, és akkor bementünk ilyen gyönyörű kilátóhoz, és így néztünk, hogy basszus, itt jöttünk, és olyan erdő van, srácok, fölfelé a csorbatóhoz, egyszerűen nem láttad az utakat. Csak azt hallottad, hogy nyomják, jönnek, és ennyi. Ott volt egy magyar srác, mondta ő is, hogy belekötött ez a parkolóőr, vagy rendőr, hogy menjen a parkolóba, meg ilyenek. Mondta, hogy neki is ott erőszakoskodott, és így közölte vele, hogy no parking, és akkor így mutogatta, hogy megy, indul mindjárt. És akkor így csöndbe maradtak, mondom, aha, szóval erre megy ki a buli. Szirénáznak, addig erőszakoskodnak, ameddig be nem állsz a parkolóba, és nem fizetsz. Na mindegy, biztonságos helyen voltunk a hotel területén, ahol konkrétan egy kötésre volt a csorbató. Na most mutatom, hogy itt a csorbató elején mi az, ami feltűnt nekem. Ez nektek is ismerős lesz. Apa, ez micsoda? Ez egy rája. Apa, ez micsoda? Ez egy tengeri szerzetes. Ezek után még picit arrébb mentünk, és megálltunk a tó szélén, és elkezdtünk bámulni. Elkezdtük csodálni a magas tátrát, hogy még hó van a tetején, június elején, és hogy mennyire gyönyörű az egész hely. És hogy ez mind Magyarország része volt annó, 100 éve. Hát srácok, én így lecsodálkoztam magamon, hogy igazából transzfogaras után végre ezt is úgymond megérem, és sikerült ezt is meghódítanom idézőjelbe. Mert azért mégiscsak tavaly raktam le a jogsit, konkrétan 1 éve, és úgymond így tavaly transzfogaras volt, lerakás után egy mit tudom 2-3-4 hónappal, most pedig ez, és ez volt az egyik úgymond bakancslistán, mindenképp akartam. És sikerült. Itt beszélgettünk egy kicsit, hogy merre, hova tovább, ki mennyire ér rá, mert akkor menjünk még tovább, térjünk el az eredeti útvonaltól. Hogy ne menjünk Dóvalba, hanem mármint az Alacsony Tátrára, Dóvalba, ugye ez a síparadicsom, hanem menjünk fel Árvavár aljához, ahol van Árvavára. Na most ez így volt, itt is nagyon gyönyörű részeken mentünk át, és úgy képzeljétek el, hogy miközben mentünk, így hirtelen így megláttam egy ilyen kis köves, ilyen kis patakot. Index, lefékeztem. Többiek így néznek, hogy ennek mi a baja, meg minden. Mondom, álljatok meg, mondom, itt meg kell állnunk mindenképp. Annyira gyönyörű volt, de annyira egyszerűen hívott az a kis folyó. Az a kis patakocska, vagy nem tudom, de hívott is lehetett hallani, hogy hív, azon kívül, hogy gyönyörű. Na most, nagyon szép kövek voltak benne, úgyhogy magammal hoztam egy párat. És itthon szépen be lett dekorálva. Van ilyen narancsos színű, van ilyen kékes, ez a sok kő. Ez mind a magas tátrából jön, és a víz is. Oda mentünk, beleraktam a kezemet, tök hideg volt, de amúgy tök tiszta látszódott. Itt van, látszik a videón, a képeken. És itt is itt voltunk egy kis időt. Na most ezután irány Árvavárralja, az Árvavárát megnézni. Ez is elég szép út volt. Miközben mentünk, így visszanéztem, hogy basszus, onnan jöttünk fentről. Láttuk úgy az összes hegyet, ahon átmentünk, meg lejöttünk. Ilyen magas tátra. És ezután megérkeztünk, csodálkoztunk, hogy basszus, ott van fönt a vár, ott a magasba.
értitek? És ott van egy sziklán, és mondtam, hogy látjátok, srácok, én ezért akartam ide jönni, mert gyönyörű. És ez kihagyhatatlan. Mondom, oké, hogy mentünk plusz 100 kilométert az eredeti útvonaltól, de látjátok, itt van, ez az értelme az egésznek, az egész motorozásnak, amit most csinálunk éppen. Hát valami eszméletlenül elképesztő volt látni azt a gyönyörű várat, körülötte ezt a gyönyörű erdőt, a sziklát, meg úgy az összes házat, kész. Egyszerűen mindenkinek elakadt a szava, és megmondták, hogy megérte eljönni. Főleg ekkora kitérőt tenni. Itt is fényképezkedtünk egy kicsit, aztán elindultunk visszafele a mostani Magyarországra. Közben megálltunk egy pillanatra Dóvánál, mivel akadt egy kis probléma. Gyerek, majdnem ott maradt! Micsoda? Gyerek, majdnem ott maradt! Melyik? A utána a fiat. Hú, bazd meg, kanyarba belőzött. Halljátok, ne előzgessetek össze-vissza! Hú, bazd meg, úgy megijedtem, már fékeztem. Bazd meg! Nem akarok a Itt természetesen az jön szóba, hogy ugye nem mindenki tapasztalt, de hogyha valaki meg előre megy, akkor a másik meg elkezdi utánozni. Ami nem feltétlenül szerencsés dolog, főleg, hogyha úgymond nem tapasztalt így az utakon, és nem nagyon számít bizonyos dolgokra. Na mindegy is. Itt elkapott minket 3 perc eső. Igazából egész napra ilyen záport, zivatart mondtak, csak elfelejtettek valamit. Azok az emberek, akik azt mondták, hogy ez halott ez a túra, mert ömleni fog egész nap. Azt felejtették el megnézni, hogy a radarképen, konkrétan a felhők elmennek Szlovákia legtetején és Magyarországon. És felvidék közepén pedig konkrétan nem marad semmi felhő. Ez így is volt. Az egész 12 órás út alatt összesen mennyi? Hát ilyen 5 percig esett az eső. Bocsánat, nem esett, szemergett, mert el se áztunk, meg se kellett állnunk. Ahhoz képest meg itthon, mint írták, meg rakták a képeket, jégeső volt, ömlött az eső, brutál nagy esők voltak, úgyhogy ennyit számít, gyerekek. Hogyha valahova terveztek túrát, és úgy látjátok, vagy mondják, hogy szaridő lesz, előtte mindenképp nézzetek radarképet. Nos, hát még jöttünk egy csomót, de épségben, jó fogyasztással, nekem a motorom ilyen 4 liter tevet körülbelül, megérkeztünk itthonra, a 700 kilométeres túra után, 12 óra alatt, mindenféle jó programmal, úgyhogy mászkáltunk és megnéztünk mindent, amit akartunk. Feleslegesen nem költekeztünk, mert minek, haladni mentünk, motorozni mentünk, nem össze-vissza enni, és körülbelül ennyi. Úgyhogy ennyi lett volna a kis mondandom, a kis túra beszámolom. Remélem úgymond tudtam nektek ezzel segíteni. A jövőben valószínűleg fogok majd túrákat szervezni, de csak úgy, mint most is, hogy olyan helyen, ahol már voltam. Nem tudom, hogy mennyire tartjátok jó ötletnek, de úgy érzem, ez az én utam. Ez az én utam. Nos, köszönöm szépen mindenkinek, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ott van lent. És hogyha szeretnétek még ilyen videókat, mert lesznek még túra videók, és élménybeszámolók, és tesztek, és minden, akkor ugyanott lent iratkozzatok fel. Sziasztok!